Szerencsváros Sportegyesületének U16-os labdarúgói veretlenül szerepeltek a 2017-2018-as bajnokságban. 18 mérkőzésből egyet sem veszítettek. Ternyik Máté edzőt és a csapat tagjait Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyíri Tibor az SZVSE elnöke fogadta a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. Az eseményen Nyíri Tibor elmondta, hogy a magyar fiatalok mindössze 36%-a sportol, és fontos az, hogy ez a szám növekedjen. Az SZVSE 10 szakosztályának nagy része nem a felnőtt sportról szól, hanem az utánpótlásról. Ezért volt külön öröm és büszkeség, hogy a megyei labdarúgás utánpótló bajnokságában ilyen eredményt ért el a csapat. Nyíri Tibor hozzátette, veretlenül bajnokságot nyerni dicséri a gyerekeket, a szülőket és Ternyik Máté edzőt egyaránt. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő is gratulált a csapatnak, majd átadták az érmet és az oklevelet a győztes csapat tagjainak.